Nagyon szeretem az állatokat, illetve szívesen járok állatkertbe. Már régi vágyam volt, hogy a Bécsibe is ellátogassak, úgyhogy egy keddi reggel felkelekedtünk, és elindultunk Bécs felé. Bejárása olyan 4-5-6 órás program, nyilván ennél jóval több is lehet, hiszen egy-egy állatnál is jóval több időt el lehet tölteni, illetve ha mondjuk egy család látogat el ide, akkor a gyerekeknek biztos, hogy nagyon fog tetszeni a játszótér, és biztos, hogy ott is akarnak majd egy kis időt eltölteni, úgyhogy főleg, hogy a kastélyt, illetve az egész parkot hozzáveszünk, akkor egy teljes napot kitevő program. Leginkább tetszett az nyilvánvalóan a panda volt, illetve a koalamaci. Ezt a két állatot még sosem láttam élőben. Hála az égnek mindkettőt meg lehetett tekinteni, tehát ők nem bújtak el, nem bújdostak el. Árakról.
másfél euró egy adag fagyi, de legalább finom. Amit nagyon drágálattam, azok a fél literes üdítők, ami gyakorlatilag egy áron megy, legyen szó kóláról vagy ásványvízről, ezek 2,8 euróba kerülnek, egy lángos 3 euró, hotdog 2,8, ezek a különböző ilyen főételek, amikkel úgy tényleg jól lehet lakni, azok pedig úgy 10 euró környékén vannak. Területén több helyen is ugye lehetőség van szuvenírt vásárolni, vagy éppen étkezni. A szuvenír shopban egy ekkora plüssála 14 euróba kerül, a kicsit nagyobbak azok olyan 20 euró környékén voltak, de hát én megláttam ezt a bájos pofát, és egyből beleszerettem. Végére azért eléggé elfáradtam, de egyáltalán nem bántam meg, hogy ellátogattam ide. Ha lehetőségetek van rá, és még nem jártatok itt, akkor ti is tegyétek ezt. Sziasztok!